Barbie élete a siker, a pénz és a csillogás, ám egy szakítást követően egyre mélyebbre süllyed, míg egy hétvégi buli után szándékosan elgázolják. Vele együtt az őt bálványozó naív lányt, Ginát is. Barbinak a soktól emlékezett kiesése lesz, szinte mindent elfelejt botrányos múltjából. Csak úgy derítheti ki, hogy ki akarhatta megölni, ha végignézi a régi videoblogjait, ám ezzel együtt szembe kell majd néznie egykori önmagával is. Lakatos Levente regénye a Barbie Baby, a fiatal olvasóknak valószínűleg egy más miatt érdekes, mint a korosabbaknak. Én például döbbenten szembesültem a 16 éves főszereplő felszínes, rongyrázós, felelőtlen világával. De a szerző azt mondja, amikor rákérdezek a leírtak hitelességére, jobb, ha tudomásul veszem ez a valóság, legalábbis egy bizonyos körben. Ebben öttem föl, hogy úgy tetszik, tehát hogy én 16 éves korom óta foglalkozom újságírással, most vagyok 20 huszon... Négy, tehát jó néhány évről beszélünk, amit eltöltöttem ezeket az emberek között. Láttam nagyon nagy felemelkedéseket, nagyon nagy bukásokat, tinisztárokat, akik nagyon elszálltam maguktól, tinisztárokat, akik megmaradtak annak, akik voltak. Én szeretem volna ezt a világot kicsit Belülről nem mutatni az embereknek, a fiataloknak, hogy azért nem minden úgy történik, ahogy ők, azt kívülről látják. Ilyek ezt olyan problémákról írni a ami abszolút modern probléma. Tehát, ugye az egyik főszereplő például homoszexuális. Nagyon sok fiú nem tudja magát elfogadni ilyen téren, és nagyon sok ember nem tud ezzel mit kezdeni a mai világban. Ebből a könyvből azért bele lehet a világba is kukkantani. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a fiatal főszereplő lánya Barbie baby, egy olyan lány, aki nagyon szeretne, hogy a rajongjanak, hogy őt imádják. Ez is egy jelenlegi probléma a fiataloknál, hogy a lányok tényleg celebi akarnak válni, tündökölni akarnak, mert azt látják, hogy ez milyen jó tévébe szerepelni, újságba szerepelni, miközben ez nem erről szól, tehát hogy a lányok úgy próbálnak előnyökhöz jutni, miközben nem tesznek azért semmit, gyakorlatilag nem adnak művészi értéket. Mi az, amivel nem számolnak, milyen következmények lehetnek, ami ugye a te főszereplő életében elég komolyan jelentkezik? Nagyon sok a beteg ember a mai világban, hogyha úgy veszük. Tehát például ugye a Barbie is az egyik nagy problémája, hogy egy felhajzott rajongó, egy nagyon szerelmes rajongó elkezd utána loholni. És gyakorlatilag az őrületbe kergetés, ez a, ez a, máni, ez a rajongás, ez addig fajul, hogy meg is próbálja elgázolni, megölni a lányt. Ugyanúgy, ahogy mondjuk kellett veszíteni a barátokat, akkor, hogyha az ember elszaladó, elveszíti az önkontrollt, nem tudja, hogy miket tesz, nem tudja hogy befolyásolni a cselekedeteit. Ezek a barátságok szemmel láthatóan nagyon törékenyek eredetileg is, hogyha nincs, aki őszintén megmondja, hogy valami baj van. Nehéz ez a dolog, hiszen ezek a lányok, akik celebé válnak, ők nincsnek felkészülve. Tehát ők azt látják, hogy ez mekkora nagy buli, mekkora lehetőség arra, hogy kitűnjenek, vagy esetleg pénzt keressenek ezzel a dologgal. Pedig ez nem erről szól, ez egy, ez egy a sztárság, a csillogás, ez egy szakma. Ezt a színésznők, az énekesek, ezt nagyon sokáig kell, hogy tanulják, hogy hogy szerepeljenek, hogy viselkedjenek. Hogy, hogy viseljék hogy, el, hogy, milyen? hogy, hogyan emészenek meg dolgokat az életükben, és például a barévére nincsen felkészülve. És olyan, hogy mond a barátságok, azok nagyon törékenyek, ez, ez, a fiatalkorban szerintem általános probléma a mai világban. Mindenki fél attól, hogy az ő helyzete, az ő személyisége mennyire fog érvényesülni a többiek körében. A ezért vannak a problémák problémák, tehát, hogy, a, hogy, a, mai fiatalok alapvetően egy uh, jégpáncélon táncolnak, ami nagyon vékony, és ebbe a szülőknek is szerintem nagyon nagy felelőssége van. Éppen azt akartam kérdezni, hogy mennyire megalapozott ez a probléma ennél a főhősnél. a barbévi anyukája egy táncos nő volt, plastikáztatja magát agyba főbe, illetve mindig a magamutogató korszakát éli finoman fogalmazva, és uh, ugye ők a barbévi szülei elválnak egymástól. Az apukája Amerikában van, üzleti úton, ugye ez a mese, az anyukája pedig otthon végigasztalódik, alkohol és mondjuk fiatal fiúkkal. De egyébként nem csak a vari háttere a problémás, hanem például az egyik lánynak az apukája, ő egy alkoholista színész, a másik lánynak az apukája politikus, akinek lesz egy hatalmas botránya. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy a felnőttek, a mai felnőttek nagy része nincs felkészülve a gyerekvállalásra. Tehát, hogy még önmagukat se találták meg, önértékesi problémákkal küzdenek, és a gyerekeknek ezáltal nem tudnak jó példát mutatni. Tulajdonképpen csak a felszín számít, kint milyen márkás cucc van, és azért is kérdeztem, hogy ez mennyire valóságos, ez tényleg így működik működik a mai 20 felé közeledők életében? Nagyon sok márka a könyvben megnevezve. Azt gondolom, hogy a mai világban a márkák azok a személyiség részévé váltak. Tehát, hogyha mondjuk mondunk egy smink márkát, mondunk egy a márkát, akkor nagyobb be tudjuk lőni, hogy ez milyen ember, milyen típusú ember. Nyilván a, a felszín alatti réteget nem tudjuk megismerni, viszont egy általános képet kapunk róla. Nyilvánvalóan minden fiatalnak van egy ilyen fine selection tehát ő kiválasztja azt, hogy milyen típus emberekkel akar barátkozni. Ez aztán az évek múltán majd átértékelődik, tehát nem, nem, a márkák fognak számítani, hogy nem az, hogy ki milyen ruha van, de hogy még egy ebbe akkor ez, ez számít. Ez a főszereplő azért gonosz. Én gondolkodtam rajta, hogy te megtervezted e az ő karakterét, hogy honnan, hová jutunk el. Néha úgy érzi az ember a regényben, hogy jó lenne megszeretni őt, meg kéne érteni őt. Ez a lány ez van esve. Olyan probléma miatt csúszik le a lejtel, mint mondjuk egy mai felnőtt nem biztos, hogy megért. Ugye, itt arról van szó, hogy a, a lány a legnépszerűbb magyar popstárral jár együtt, akit boldogtalanságból kifolyólag megcsal. Innentől kezdve a őt kiteszi, és a lány bepánikol, hogy többet nem fog majd tudni szerepelni címlapokon, ezzel együtt ő az iskolai kasztban lecsúszik a vezető szerepről bármit megtesz azért, hogy fennmaradjon, és a kátlásnak a barátaival is kitol. Csak azért, hogy figyeljenek rá? Csak azért figyeljenek rá, foglalkozzanak uh -huh. vele, fenntartása az érdeklődés maga körül. Én nem érzem, hogy annyira gonosznak. mondom, hogy inkább kétségbe esetnek érzem. Rossz döntései vannak ennyi. Nálam a karakterek a kezeti fázisban körvonazódnak, majd a sztorival együtt épülnek. Tehát nem döntöm el előre, hogy ki mi lesz a végére, nem döntöm el a sztorit, hogy mi lesz a végére, hanem megvágy a alapszituáció, nagyjából hogy hova szeretnék kiukadni, és a sztorit, karaktereket építem föl. Imádom, hogy alakulnak a állak, úgyhogy nem volt előre megtervezve egy karakter sem. Az árulásairól lenne érdemes beszélni, hogy például milyen helyzetbe hozza azokat, akiket ő elméletileg szeret. Ugye a legjobb barátja Krisz, aki egy meleg fiú, például őt egy iskolai évzáró alkalmával elárulja, és az egész iskolának kitálalja, hogy a fiúkhoz vonzódik. Akkor ugye van ez a Gina nevű lány, aki nagyon szeretne Barbie nyomába lépni, vagy legalábbis a barátnőjévé válni. Gina három olyan feladatot kap, ami mondjuk rendkívül megalázó, amit ő nem érez, kell magáról aktfotókat készíteni, például, amivel aztán kitapít az egész iskolát. Az egyik lánynak még az apukája, aki problémás történet, ő egy politikus, akiről kiderülnek nagyon pikáns dolgok, amit szintén az újságból landolnak. Ugye Barbie közben egyességet köt az egyik bulvállap, újságírójával arról, hogy ő ad neki információkat azért cserébe, hogy vele foglalkozzanak későbbiekben. Tehát, hogy vannak ilyen árulások, amik azt gondolom, hogy valóban elítélendőek, de ha mondjuk azt nézzük, hogy a célja volt, akkor mondjuk abszolút találóak. Tehát egy nagyon okos karakter, viszont az okosságát nem jó irányba használja, azt gondolom. Ahogyan a neten rákerestem a könyvre, mindenhol nagybetűkkel ott volt, hogy ez nem lányregény. Olyannyira nem, hogyha én visszaemlékszem mondjuk az általam olvasott lányregényekre, ugye egy gyönyörű szerelem, vagy reménytelen szerelem aztán, amiből lesz valami. Itt a fiú szerelmes, a barát szerelmes, igazi valós érzelmeket senki mástól nem kapunk. Maga a könyv egy egészen kifordított dolog, tehát hogy a sémák azok nagyon megvannak, viszont van mindegyik egy csavar. Tehát ugye itt egy meleg szerelem szövődik a karakterek között, illetve tehát, a barbinak is van egy új kezdődő kapcsolata, ugye a könyvben van is egy erotikus benne. Ezen a kapcsolatban. Tehát, hogy minden kicsit kifordított, de szerintem annyira, annyira világ kifordított. Tehát ezek a problémák egy nagyon modern kort vázolnak fel. Az a fajta szépség, az a fajta szerelem a mai világban már nagyon elvétve van meg. Tehát a fiatalok elindultak egy másik irányba, ugye a testiség, a szexoltás az, ami igazándiból összehoz embereket. Tehát a tetszik nekem, összejövök és márolok vele, és akkor majd lehetőle le is fogok vele feküdni. Ez, ez most ez már, már az első lépés. Mm -hmm. Mm -hmm. Azt látom. De mondjuk ez is nagyon furcsa, mert az én korosztályom, amikor én voltam gimnazista, nem volt még ennyire jellemző az, hogy akkor most az első randin összefekszünk. De mondom, ahogy tálnak az évek, én azt látom, hogy az évek folyamán van generációs ugrás. Tehát nem az van, hogy 10 évente van, vagy 14 évente, hanem tényleg évente változnak a fiatalok, évente változik az ízlés, évente változnak a szokások, a divat és nagyon sokan még előtt is akarnak járni a trendváltozásoknak, és ezzel még durább dolgokat tesznek. Hogyan született a gondolata ennek a könyvnek? Őszintén megmondom, én eredetileg egy ilyen tini thrillert, horrort, krimit szerettem volna írni. Az ma divatos. Igen, de könyvben nincsen. Tehát, hogy mm. könyvben végignéztem a feladatot és igazándiból tini horror vagy krimi nincsen a világpiacon sem. Aztán, hogy ugye írtam a könyvet, úgy vettem észre, hogy mondjuk ezek a történetek, amik benne vannak, ezek az egy más irányba viszik a cselekményt. Ebben is nagyon sokat segített Lószfer a szerkesztőm, aki elég nagy szakmai múlt rendelkezik. Maga a sztori szerintem erősebb lett ahhoz, hogy ebből egy ilyen tini ponyva regény dolog legyen, és inkább egy ilyen durva megfogalmazás, és nem, nem tudok rá jobb szót, egy kicsit ilyen kultabb cool dolog legyen belőle, mint mondjuk egy tini krimi. Egyrészt a terveidről szeretnélek még kérdezni, másrészt pedig arról, hogy ez mennyire magyaros. Tehát amiről beszélünk erről a jelenségről, ez magyar viszonylatban van így, vagy ilyen általános? Az egyik kritikus könyves blogger, ő azt írta, hogy ez a könyv az amerikai feelingbe, millióbe jobban megállna a hét, magyar millióbe. De még mondjuk egy 25 éves lány, aki teljesen más éles stílus folytat, mint mondjuk a könyvben szereplő egyének. Azt gondolom, hogy ez a világviszonylatban ez egy tendencia, hogy a fiatalok sokkal szabadabban élnek, már olyan szabadságot kapnak, amit talán nem kéne megkapniuk az élettől, és éppen ezért a szabadság megbolondítja őket, és elkezdenek hülyeségeket csinálni. És éppen ezért, mert ugye ez, ez egy általános probléma, szeretnék ezen a merzsén tovább haladni könyvek témájában. Ugye a borítója baritójában, tehát a következő könyvnek a borítója, a Cicamica, ami jövő tavasszal kerül majd a boltokba. Nagyon sokan kérdezik egy folytatást. Les lesz a Barbie Nem, ez nem folytatás, ez más karakterekkel játszó a történet lesz, viszont abba a közegbe, tehát azokon a szórakozó azon a Budapesten történik, ahol mondjuk a Barbie Baby is játszódik. Ez annyiban lesz más, hogy ez nem egy szelebb világba fog játszódni, hanem inkább egy ilyen művészibb felhozatal. Te nagyon jól ismered mind a két világot ezek szerint, tehát a szelebb világot is jól ismered, és ezt a művészi másik Alapvetően színésznek tanultam, Vörös Mati jártam, ahol ugye mesterséget tanultam. Ezt a világot szeretném bele a következő könyvbe, tehát más, uh, nem ennyire felületes világ lesz benne, hanem egy kicsit mélyebb. Nagyon őszintén szeretem olyan korszakot lezárni az életembe, olyan tekintetben, hogy ez a bulvárvilág tőlem elég messze áll. Tehát, hogy én újságíróként nem is nagyon foglalkozom ezzel a dologgal, um, inkább háttéremberként, szerkesztőként foglalkozom vele. Miért? Mi zavar benne, vagy mitől sokkal be? Amikor én újságírónak készültem, akkor engem a tények érdekeltek, az igazság kiderítése. De azért indultam ezzel a vonalon, hogy ott is a, a, sztárokról az álságos dolgokat hozzuk nyilvánosságra, ezt nem mindig lehet. Tehát nagyon sok olyan híresség van, aki sokkal nagyobb bűnöket követ el, mint mondjuk egy bűnöző, viszont ezek nem kerülnek nyilvánosságra éppen azért, mert ők valakik. És ezek engem nagyon zavarnak, ezek a dolgok. Barbie Baby lakatos Levente regényét az Ulpiusz ház kiadó jelentette meg.